Követelések, csökkenteni kell a kötelező tanulói óraszámot, a tananyag mennyiségét, valamint rendezni kell a szakképzési centrumok helyzetét, hangsúlyozza a pedagógusok szakszervezete. Február 25-i határidő, eddig kell eleget tenniük személyi jövedelemadó bevallási és fizetési kötelezettségüknek, az egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek. Törvényes működés, legkésőbb 2016. március 15-éig a civil szervezeteknek alapító okiratukat meg kell feleltetniük az új PTK vonatkozó szabályainak, enélkül pályázni sem lehet. Csökkenteni kell a kötelező tanulói óraszámot, a tananyag mennyiségét, valamint rendezni kell a szakképzési centrumok helyzetét. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A pedagógusok 25 pontja ezeket is tartalmazza, emlékeztetette a pedagógusok szakszervezetének országos alelnöke a PS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei titkári értekezletén. Szabó Zsuzsa kiemelte, céljuk az oktatás szakmailag előkészített reformja. Országos tüntetést szervezett a Pedagógusok Sztrájk Bizottság a február 13-án Budapesten. Tanárok, diákok és szülők is utcára vonultak a fővárosi demonstráció alkalmával a köznevelés közoktatás helyzetének javítását követelve és 25 pontos javaslatukat ismertetve hangzott el a nyíregyházi szakmai értekezleten. Kiemelkedően jelentős létszámmal vettek részt a kollégáink az elmúlt demonstrációkon. Napi szinten jönnek a telefon megkeresések, mellettünk állnak, és nagyon örülünk annak, hogy az egész közvélem, a szülők és a gyermekek is mellettünk állnak ebben a dologban. A szakszervezet országos alelnöke hozzátette, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében is hasonló problémákkal néz szembe pedagógus, diák és szülő, mint az ország más területein. A közoktatás rendszerét strukturálisan is át kellene alakítani, de vannak ennek olyan elemei, amelyekkel azonnal foglalkoznunk kellene. Például megemlítem itt a gyerekek túlterheltségét. A reggeltől egészség iskolában van a gyerek, hazamegy, még akkor otthon tanulnia kell. Mindenképpen szükséges hozzányúlni a NAT-hoz, szükséges hozzányúlni azokhoz a választható tankönyvekhez, amelyek segíthetnék ezt a fajta munkáját a gyerekeknek. És hát természetesen a közoktatás különböző problémáiról is mindenképpen hozzá kell szólnunk, hozzá kell nyúlnunk. Ezekről szólnak a mostani tárgyalásaink. A szakszervezet Szabolcs-Szatmár Bereg megyei titkári értekezletén mintegy 60-an vettek részt. Őket arról is tájékoztatták, a pedagógusok szakszervezetének kongresszusát március 6-án tartják. Február 25-éig kell eleget tenniük személyi jövedelemadó bevallási és fizetési kötelezettségüknek, az egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 22 000 egyéni vállalkozás működik. A bevallási és SZIA befizetési határidő az EVA hatálya alá tartozókra és a KATTA szerint adózókra is vonatkozik. Februárban több az adózással a személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos határidőre is érdemes volt figyelni, hiszen ezek jogvesztők. Február 25-e az egyéni vállalkozók számára fontos, hiszen eddig az időpontig kell kitölteni az előző évről, azaz a 2015. évi tevékenységről a bevallási csomag 1553-as lapját. Elektronikus úton kell főszabályként megtenni ezt a bevallást, azonban a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozók, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek még papír alapon is megtehetik ezt a bevallást. Természetesen ez a határidő a befizetés határideje is, tehát február 25-éig kell teljesíteni az esetleges adófizetési kötelezettségüket is ezeknek az egyéni vállalkozóknak, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek is. Az adó megfizetésének határideje azt jelenti, hogy legkésőbb az említett napon kell az adóval a fizetési számlát megterhelni, vagy az adóhatóság pénztárába befizetni, illetve postára adni az SZJ-t. Sok esetben tapasztalja az adóhatóság, hogy a bevallás időben érkezik, azonban a befizetés elmarad. Annak, aki nem fizeti be esedékességig az adót, késedelmi pótlékot számolnak fel, nem fizetés esetén pedig bírságot. Tavaly Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a 22 000 egyéni vállalkozás mindössze 10 000 fizetett határidőre. Személyvedelemadó bevallás benyújtásának, illetve befizetésének elmulasztása esetén 200 000 forint mulasztási bírság szabható ki.
A bevallási és az SZIA befizetési határidő az EVA hatája alá tartozókra és a KATA szerint adózókra is vonatkozik. A NAV felhívja a figyelmet arra, érdemes használni az elektronikus bevallást, mert a program jelzi a hibákat, illetve fontos, hogy a nyomtatványt alá kell írni, hiszen anélkül az érvénytelen. Az adóbevallást adótanácsadó, adószakértő is ellenjegyezheti. Legkésőbb 2016. március 15-éig a civil szervezeteknek alapító okiratukat meg kell feleltetniük az új PTK vonatkozó szabályainak. Enélkül törvényesen nem működhetnek az egyesületek és alapítványok. A szabályos működés és a köztehermentesség az 1%-os felajánlásokhoz is szükséges, sőt csak a törvényi kötelezettségeknek eleget tett szervezetek indulhatnak pályázatokon. A civil szervezetek társadalmi szerepvállalása jelentősen nő, munkájukat megbecsüli a társadalom, és az önkormányzati feladatokból is jócskán kiveszik részüket, hangzott el a Nyíregyházi Önkormányzat és az első Nyírségi Fejlesztési Társaság által szervezett 10. jogi pénzügyi konferencián, amelyen a megyeszékhelyen és a térségben működő civil szféra képviselői vettek részt. A szervezetek működését a PTK szabályozza, amely egy új kötelezettséget ró az egyesületekre, alapítványokra. Március 15-éig alapító okiratukat meg kell feleltetniük a PTK szabályainak. Ez a határidő jogvesztő, ezért a találkozónak ez volt a fő témája. Korábban volt példa arra, hogy a civilek beszámolóikat nem tették közzé határidőre. Az új civil törvény ugyanis előírta azt, hogy minden civil szervezetnek évenként beszámolót kell készítenie, és ezt a beszámolót letétbe kell helyeznie országos bírósági hivatalnál, és közzé is kell tenni. Na most ennek a kötelezettségüknek nem tettek eleget a civil szervezetek, mondhatom, hogy ezeres, sok ezeres nagyságrendben. Az országos bírósági hivatal 2014 nyarán 1750 olyan civil szervezetnek, alapítványnak, egyesületnek az adatait küldte meg a főügyészségünknek, amelyek ezt a kötelezettségüket elmulasztották. A civil szervezetek jogi tanácsért gyakran fordulnak ügyvédhez. Több alapítvány és egyesület közhasznúvá szeretne válni, vagy abban a formában működni. Itt különböző feltételeknek kell megfelelni. Ugye a legfontosabb, hogy két lezárt üzleti évük legyen, megfelelő gazdasági támogatottsággal és megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezzenek. Ha ezeknek megfelelnek, akkor ugye közhasznúak lehetnek. Ugye az előnyös a szervezeteknek, 1%-os adó igénylés szempontjából, Európai Uniós támogatások szempontjából. A helyi civil szervezetek jól szerepelnek a pályázatokon, aktivitásuk megfigyelhető a NEA pályázati rendszerben is, mondta Kovács Ferenc polgármester, aki hozzátette, nem csak a pályázatok száma emelkedik, hanem növekedik a civilek által elnyert és felhasznált pályázati összeg is. Eltűnt kisvárdai férfit keres a rendőrség. A bejelentés szerint a 42 éves Pál Úr István Zsolt február 8-án 10 óra körüli időben ismeretlen helyre távozott. Azóta életjelet nem adott magáról. A férfi 175-180 cm magas, normál testalkatú, rövid barna hajú, különös ismertetőjele nincs. A férfi eltűnése napján szürke színű, pamut anyagú melegítő alsót, fekete kapucnis téli kabátot és fekete sportcipőt viselt. A kisvárdai rendőrkapitányság kéri, hogy aki a keresett személy tartózkodási helyéről érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, vagy hívja a 0642-524-600-as telefonszámot, illetve a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívót. Végzett mérnökök számára indított szakmérnök képzést a Bajai Eötvös József Főiskola. A kihelyezett oktatást a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságon tartják. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Négyszeri hosszabbítás után szenvedett vereséget a MAFC otthonában a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a 14. fordulóban elmaradt mérkőzését pótolta Budapesten, és a hazaiak a 74-74-re végződő rendes játékidőt követő negyedik hosszabbítás végén 123-121-re megnyerték a mérkőzést. A Vásáros-Naményi Isticei Réka és a Nagyvarsányi Vaska Fanni bronzérmet szerzett a serdülőkorosztályú Cselgáncs Diákolimpia országos döntőjében. A Vásáros-Naményi sportcsarnokban a fiúknál 10, a lányoknál pedig 8 súlycsoportban osztották ki az érmeket.
Végzett mérnökök számára indított szakmérnök képzést a Bajai Eötvös József Főiskola. A kihelyezett oktatást a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságon tartják. Az árvíz és belvízvédelmi szakirányon most 55 mérnök kezdte meg tanulmányait, ők 4 fél éven és 400 órán keresztül bővítik ismereteiket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság legfrissebb tájékoztatása szerint az utóbbi hetek csapadékos időjárásának következtében 12 vízügyi igazgatóság területén 53 belvízvédelmi szakaszon tartanak belvízvédelmi készültséget, területi elöntés 75 ezer hektáron alakult ki, ezért is fontos a szakmérnökök képzése. Nagyon fontos azért, mert az árvíz és belvízvédekezés rengeteg gyakorlati ismeretet kíván, és mi ezeket az ismereteket 20 tantárgy keretében adjuk át, összesen 50 előadó lesz a 4 fél év során. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a 12-ből 10 vízügyi igazgatóság küldött most hallgatókat. Annyit még elmondanak, hogy ez a 7. képzés, 15 éve kezdtük. Ez a 7. képzés, 3. alkalom a Nyíregyházán, és eddig 232-en végeztek. Többek között Szombathelyről, Kaposvárról, Budapestről is érkeztek végzett mérnökök a Bajai Főiskola vízrendezési szakán, az árvíz és belvízvédelmi szakirányon 55-en kezdték meg tanulmányaikat. Az alapdiplomám az környezetgazdálkodási agrármérnök, azonban úgy gondolom, hogy gyakorlati képzettséggel is ki kell egészítenem a diplomámat, hogy szakmai tapasztalatokat is szerezhessek. Ezért a most induló bajai képzés nagyon jó lehetőséget biztosít, ez az ár- és belvízvédelmi szakmérnöki képzés. Különösen azért, mert az osztályon, ahol dolgozom, belvízvédelmi feladatokat is ellátunk a vízhasznosítás mellett. Úgyhogy nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hogy jelentkeztem, felvételt nyertem. Külön örülök annak is, hogy más kollégákkal, az egész országból más kollégákkal is tapasztalatot cserélhetünk, megismerkedhetünk. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság hosszú évek óta részt vesz a szakma oktatásában, hangsúlyozta a képzés megnyitóján az igazgatóság vezetője. Igazgatóságunk részt vesz a duális képzésben is, szintén vízépítő mérnökök itt vannak az igazgatóságon 4 fő, és arra számítunk, hogy sokkal nagyobb tudásra tesznek szert úgy, hogy a gyakorlati képzés az igazgatóság mindennapjaiban valósul meg, mintha csak az iskola padban töltenék el ezt az időt, és hát nagyon fontosnak tartjuk a középfokú képzést is, az évisszel kiváló kapcsolatot ápolunk, és szeretnénk, ha az a életpálya modell valóban megvalósulna, hogy elkezdjük a középiskolában, folytatjuk főiskolán, egyetemen, és kiváló mérnököket tudunk a vízgazdálkodásnak adni itt a Felső-Tiszavidékén, meg országosan is. Az árvíz és belvízvédelmi szakirányon résztvevők 4 fél éven, mintegy 400 órán keresztül bővítik ismereteiket. 9. alkalommal rendezték meg a Nagyecsedi Lápi Disznótoros Fesztivált. Az ingyenes rendezvény célja a szórakozáson túl az volt, hogy megmutassa a mai fiataloknak a hagyományos falusi disznóvágás népi hagyományait. A kilátogatók emellett megkóstolhatták a közkedvelt disznótoros finomságokat. Alma, barack és szilva házi főzésű. És kik kapnak belőle? Bárki, aki csak megóhajtja korán reggel. Az a jó fogópálinka, ami olyan büdös, hogyha kitöltik, hátrébb ugrik a disznó az olban, legalábbis ezt tartják Nagyecseden. Ráadásul a férfi ember csak azért iszik, mert sajnálja az állatot. Volt is mit sajnálni, hiszen a csapatok 11 disznóból készített finomságokkal versenyeztek a 9. Nagyecsedi Lápi disznótoroson. Ugyanálunk minden lápi az ecsedi lápon, lápi a disznótorosunk, lápi az egész éves rendezvénysorozatunkból több programunk, lápi fesztivált csinálunk nyáron, lápi felvonulásunk van, úgyhogy ez az egyik ilyen lápi rendezvényünk, és mint ahogy mondtam, 9. alkalommal rendezzük meg, ez is bizonyítja azt, hogy kedvező a fogadtatás a településen, és nem csak a településen, hanem a környékről is. A polgármester hozzátette, a rendezvény célja a hagyományőrzés mellett, hogy a helyi civil egyesületeket összekovácsolja, úgyhogy bármit megnézhettek és megkóstolhattak a kilátogatók. Volt hagymásvér, toroskáposzta, hurkakolbász. A disznóvágás hagyománya, a pálinka fogyasztása, a zsíros ételek fogyasztása, amit néha pótolni kell, ami gyógyszer, ami az emésztéséget meg gyorsítja, meg oda kell figyelni a trigliceridre, a vérzsírszintre, de azt gondolom, hogy el lehet romlani havonta egyszer-kétszer.
Természetesen a tánccsoportok gondoskodtak a jó hangulatról, de a rendezvény komoly megmérettetés is volt a csapatoknak, hiszen megnézték, ki és hogyan készíti a legfinomabb disznóságokat. Négyszeri hosszabbítás után szenvedett vereséget a MAFC otthonában a Marsónyíregyháza. Sitko Ernő együttese a 14. fordulóban elmaradt mérkőzését pótolta Budapesten, és a hazaiak a 74-74-re végződő rendes játékidőt követő negyedik hosszabbítás végén 123-121-re megnyerték a mérkőzést. A mérkőzés előtt a két csapat azonos mutatóval állt a tabellán, úgyhogy mindkét együttes számára rendkívül fontos volt a találkozó. A hazaiak kezdtek jobban, az első negyedet 33-27-re nyerte a MAFC. A második 10 percben újabb 4 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda, a nagy szünet után viszont megváltozott a játékképe. A nyíregyháziak ledolgozták hátrányukat, sőt az akkor még utolsónak gondolt negyednek már vendégvezetésnél vágtak neki a csapatok. A találkozó azonban nem dőlt el a rendes játékidőben, 74-74 után következtetett a hosszabbítás. Az első ráadás 11-11-jel zárult, csak úgy, mint a második. A harmadik 5 perc sem hozott döntés, és közben azonban kipontozódás miatt Millert, Nagy Krisztiánt és Krisztanovicsot is elvesztették a nyíregyháziak. A negyedik hosszabbításban, csak úgy, mint az előző háromban, mindkét csapatnak volt esélye a győzelemre, végül a hazaiak örülhettek 2 pontos sikerüknek, a vendégeknek pedig meg kellett elégedniük a szimpatikus vesztes szerepével. Én megint csak oda tudok visszatérni, amit a mérkőzés után is mondtam, és amit egész évben említettem. Hiányzik egy vezéregyéniség a csapatból, bár ma, illetve nem ma, hanem tegnapi mérkőzésen már voltak nyomai annak, hogy sokkal jobban próbáltuk összefogni és irányítani a csapatot, főleg a második fél időben. Azért most mindent elszomorít az, hogy végül is nem mi nyertük meg a találkozót, de azért voltak biztató jelek, ott a védekezésünk egészen stabil volt, nagyon sok jó támadásunk volt, viszont sajnos azokban a fontos szituációkban, amikor el kell dönteni egy találkozót, akkor nem tudtunk felülkerekedni. A Marsónyíregyháza szerdán felkészülési meccset játszik a szlovák első osztályban szereplő kassai csapattal, szombaton pedig az újdonsült kupagyőztes körmendet fogadja Sitko Ernő együttese. A vásáros naményi Isticei Réka és a nagyvarsányi Vaska Fanni bronzérmet szerzett a serdülőkorosztályú Cselgáncs diákolimpia országos döntőjében. A vásáros naményi sportcsarnokban a fiúknál 10, a lányoknál pedig 8 súlycsoportban osztották ki az érmeket. 63 tanintézmény 201 versenyzője részvételével rendezték meg Vásárosnaményban a serdülőkorosztályú Cselgáncs diákolimpia országos döntőjét. A 12-13-14 éves fiatalok a lányoknál 8, a fiúknál pedig 10 súlycsoportban mérték összetudásukat. A szervező Szeletkeres Sportegyesület 2 éve indított el a sportágat a városban. Az elmúlt évben egy nemzetközi verseny megrendezésével bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk összerakni egy ilyen programot, és a szövetség 2016-os naptárába erre a versenyre minket választottak ki. Nagyon nagy feladat volt. Hát elsősorban még nem rendelkezünk olyan saját eszközökkel, hogy ezt tegyük, de több más klub segített bennünket abba, hogy megrendezhessük ezt a versenyt. A megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint fontos, hogy egy a régióban viszonylag kevesek által űző sportág legjobbjai léptek küzdőtére Vásárosnaményban. Nagyon örülünk annak, hogy a Szelet-Kelet Egyesület ilyen szervező munkával ezt meg tudta valósítani, és nagyon örülünk annak, hogy a sportpaletta is szélesedik ezáltal, hiszen amint láthatjuk, itt is több mint 200 gyerek van megmozgatva, tehát van létjogosultsága a sportnak, és bármilyen sportról beszélünk, örülünk nekik, hogyha itt van a megyében, mert azt hiszem, hogy ezzel csak gazdagodik a megye sport élete. Tilki Attila országgyűlési képviselő a sport jellemformáló erejének fontosságát emelte ki. Megtanulnak egyrészt küzdeni saját magukért, a csapatukért, természetesen aki sikeresebb a térségéért, az országért. Én úgy gondolom, ez egy nagyon fontos lelkierőt adhat annak a fiatalnak is, aki majd esetleg 20 év múlva már nem fog sportolni, de mindenféleképp, mint minden sport, a gyereknek, a fiatalnak egyfajta tartást tud adni, és ezért is különösen fontos ez a rendezvény. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 4 versenyző képviselte a döntőben, közülük a 40 kg-os súlycsoportban Vaska Fanni, 57 kg-ban pedig Isticei Réka szerzett bronzérmet. Már kiskoromban is nagyon erőszakos voltam, és elsőnek balettre iratkoztam, mert ahhoz volt meg az alkatom, de utána inkább a apukám elvitt a judó edzésre, és ebben jöttem ki magamat, hogy ezt szeretném csinálni. A döntőben összesen 72 érem talált gazdára.
Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Csökkenteni kell a kötelező tanulói óraszámot, a tananyag mennyiségét, valamint rendezni kell a szakképzési centrumok helyzetét. A pedagógusok 25 pontja ezeket is tartalmazza, emlékeztetett a pedagógusok szakszervezetének országos alelnöke a PS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei titkári értekezletén. Szabó Zsuzsa kiemelte, céljuk az oktatás szakmailag előkészített reformja. Február 25-éig kell eleget tenniük személyi jövedelemadó bevallási és fizetési kötelezettségüknek, az egyéni vállalkozóknak és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 22 000 egyéni vállalkozás működik, a bevallási és SZIA befizetési határidő az EVA hatálya alá tartozókra és a KATA szerint adózókra is vonatkozik. Legkésőbb 2016. március 15-éig a civil szervezeteknek alapító okiratukat meg kell feleltetniük az új PTK vonatkozó szabályainak, enélkül törvényesen nem működhetnek az egyesületek, alapítványok. A szabályos működés és a köztehermentesség az 1%-os felajánlásokhoz is szükséges, sőt, csak a törvényi kötelezettségeknek eleget tett szervezetek indulhatnak pályázatokon. A Kölcsei Televízió iradóját látták hétfőn. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Kedd estig délnyugat felől ismét nedvesebb levegő áramlik térségünk fölé, éjjel már többnyire erősen felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, a délnyugatira forduló szél helyenként megélénkül, reggel általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhős időre van kilátás a nap második felétől esővel. A délnyugati szél időnként megélénkül, délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás érezhető térségünkben. A hétvégéig folytatódik a változékony időjárás, a hosszabb, rövidebb napos periódusok mellett gyakran sodródnak fölénk felhők. Szerdán esőre, havas esőre is számítani lehet, majd csütörtöktől csak elszórtan fordul elő kisebb eső, szitálás. A következő napokban erősödik az éjszakai lehűlés, a hét közepétől pedig a hajnali órákban visszatérnek a fagyok is. A maximum hőmérséklet a lehűlés ellenére továbbra is meghaladja kissé a sok évi átlagot.